Na sziasztok, ezt is megértük, hogy itt a majdnem kész tetőről mutatok nektek pár képet. Amint látjátok, itt éppen a napsütésben fürdőzik a tető, és most már van olyan állapotban, hogy meg lehet mutatni. Ugyanis akkor, amikor elkészült az utolsó munkaművelet, az volt, hogy a vápákat bevágtuk még a helyszínen, ugyanis a cserepeket fölpászintani, majd lehozni, levágni, újból visszavinni az eléggé improduktív tevékenység, és bevállaltam, hogy a tetőn bevágom a vápát, őszintén szólva ilyet még a soha büdös életben nem csináltam saját kezüleg, így őszinte elismerésem azoknak, akik ezt szépen megszokták csinálni, de szerencsére szépen el tudott készülni, az eső közben lemosta a cserepet, és igazából itt van, amit mutatni akartam nektek, a göngyöleg. Amikor elemzed a kereskedőknek és a beszállítóknak az árait, akkor ne feledkezz el hogy jelentős költséget jelent csomagolás, szállítás, rakodás és a raklap betédi, aminek egy jelentős részét vissza kapni akkor, hogyha visszaviszed, de hova? Mi egy székesfehérvári kereskedőtől vásároltuk a Fehérvár tetőtől, és ide vissza tudjuk szállítani, és innen pedig majd kamionnal fogják visszavinni a gyárba. Úgyhogy nekünk könnyű dolgunk volt, hiszen egyetlen fuvarral, méghozzá egy kis fuvarral megúsztuk. Azonban, hogyha az ország másik feléről rendelsz építőanyagot, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy a több 10.000 forint értékű raklap a nyakadon marad, amit tüzelni szerintem egy kicsit drága. Mint közben kiderült, ebbe voltak egyúttas raklapok, és a generon az egyúttas raklapon van egyelőre. Nyilván annak egy kicsit bonyolultabb a logisztikája még, relatív sok csomagolóanyag is volt, kartonpapír, amit aztán végül a még bevittünk, de a gyár dolgozik rajta, hogy még környezetbarátabb legyen ez a dolog, és csökkenjen a csomagolóanyag hányad a generon cserepeken is. És aztán ez a nem szeretem kupac, ez a fólia, amit most itt a kollégám nagyon szépen összerendezgetett, de ez egy óriási nagy gubanc is tud lenni az építkezés helyszínén. Úgyhogy javaslom neked, hogy ezeket szépen hajtogasd össze, és akkor itt tized akkor a helyen elfér, és ezt külön szállítva érdemes elvitetni, tehát nem szabad összekeverni a szemetet, például téglatörmelékkel, legyebekkel, ugyanis a vegyes hulladéknak az elszállítási díja, az most már csillagászati ára van, Hát nyilván az erdő ajára sem szabad elvinni, bár sajnos nagyon sokan ott szabadulnak meg az ilyen kisebb mennyiségű hulladéktól. Úgyhogy ennek az a fő problémája, hogy kis mennyiség, és hirtelen nem tudsz vele mit kezdeni. Teszed ide, teszed oda, míg aztán összein egy konténernyi, és akkor rendelsz egyet. Korábban itt Székesfehérváron el lehetett vinni a hulladék telepre, és le lehetett adni kis mennyiséget személyigazolványjal is. Most majd valami egyéb megoldást keresünk, megpróbálok itt az egyik szomszéddal közösködni egy konténeren, és akkor úgy gazdaságos és környezetbarát is lesz a dolog. És hát ugye itt a másik kupac a vágott és törött cserepek, egyébként érdekes módon nagyon kevés törött cserép volt, hála annak, hogy ez már egy erősített fajta zenit cserép volt, úgyhogy tényleg nem sok tört össze, viszont a vápánál, vágásoknál mindenképpen keletkezik valamennyi vágási hulladék, amivel aztán valamit csinálni kell. Hát itt láthatjátok, a kollégám szépen összerakosgatta, összegyűjtöttük, ha ez apróra össze van törve, akkor még egy töltésbe is akár el lehet tenni, és akkor nincs szállítási költség, nincs vele macera. A lényeg az, hogy ez egy fagyáló építőanyag, és annak az őrleménye az ilyen inert hulladékként felhasználható akár töltésbe is, de nem ebben a formában, tehát nem ilyen nagy cserépdarabok, mert akkor nem lehet megtömöríteni úgyhogy ezzel is észnék kell lenni. Hát most itt várja a sorsát, biztos, hogy lesz olyan hulladékszállítási akció, amikor majd ezeket a cserepeket el fogjuk tudni szállítani. Hát nyilván ezt sem szabad lerakni a természetbe, sok esetben dülőutaknak a kátyóit szokták vele feltölteni, hát az elég súlyos környezetkárosítás, vagy legalábbis ilyen bírságot szabnak kiért, érte, még akkor is, hogyha egyébként akár a kátyuk feltöltésére alkalmas lenne. Itt van a műanyag hulladék, külön zsákokban ide gyűrtük bele, és hát ez is itt várja a jobb sorsát. Ez a kupac a megmaradt cserepeknek a halmaza, Egyébként, ha látjátok, nem is olyan sok maradt meg, elég jól sikerült kiszámolni, és egyébként gondoltam rá, hogy ezt a számítási metodikát is megmutatom nektek, hogy hogyan lehet kiszámolni úgy a cserepet, hogy ne maradjon feltétlenül túl sok. Hát sajnos nagyon sok esetben a kivitelezők ezzel úgy vannak, hogy rendelj valamennyit, aztán vagy marad, vagy nem. Ugye néhány darab cserépért szaladgálni sem olcsó dolog, ezt a mai nap meg is tapasztaltam, amikor 10 darab félcserepet kellett még rendelnem, Majdnem annyiba került a szállítás és a csomagolás, mint a tíz darab cserép, de az sem jó, hogyha egy raklap cserép megmarad. Látok sok építkezést, ahol akár egy egész kupac is ott van, egy komplet raklap, ami aztán csak hánytorog. Nagyon nehéz ezzel bármit kezdeni, hiszen ahány gyár, annyiféle cserép, annyiféle szín, akár csak a terrának a termék is veszük. Persze lehet ilyen megmaradt építőanyag oldalon próbálkozni. Írjátok meg nekem kérlek, hogy ti amikor cserepeztetek, kevés lett a cserép, vagy sok lett a cserép, és hogyan oldottátok meg ezt a problémát, ez egy érdekes téma lehet. Ha esetleg valakinek van maradék cserepe, akár ki is írhatja, hát ha valakinek éppen jó lesz az az egy-két csomag. Na és itt már a probléma megoldása, szerencsénk van, ugyanis a szomszéddal tudtam egyet boltolni, és átvisszük neki a konténerbe, megrakjuk, és akkor így felesbe fizetjük a konténert, hát nagy kapkodásba vagyunk, éppen hogy sikerült megoldani az átszállítást, mert szerintem ekkor, mikor ez a videó forgott, akkor már a sarkon járt a konténeres autó, aki nyilván nem nagyon akarta megvárni, míg ott mi bénázunk, de végül az igás lovunkkal, ezzel a fehér szamárral áthortuk az építőanyagot, Egyébként az utánfutó az majdnem annyi idős, mint a fiam, és azzal szépen áthurcoljuk ezt a cuccot, belerakjuk a konténerbe, és akkor így nem csinálunk vele rendetlenséget. Na hát itt a konténer, ebbe van egy kis csempe törmelék sajnos, de egyébként vegyes hulladék van benne minden, úgyhogy ide ezen az ez a kis könnyű fólia vidáman el fog férni, és akkor nem a levegőt szállítja a konténeresen sem. Hát ez volt a mai szakiellenőr göngyöleg, hulladék, raklap és egyéb gazdaságosság témákban. Építkezzetek jól, sziasztok, és Isten áld a tisztes ipart!